Kádár Zsófi vagyok, Gyuri bácsi unokája. Nagyapámat a koleszterinről kérdezem. Mi az a koleszterin? A koleszterin vérzsírnak hívtuk annak idején. És miért fontos erről beszélni? Mert nagyon sok embernek van olyan problémája, hogy sok a vérzsírja, és ez sok problémát okozhat. Milyen káros következményei lehetnek a magas koleszterinnek? Például érszűkületet okozhat, ez az egyik, és abból eredően magas vérnyomása lehet az illetőnek. Úgyhogy ez éppen elég probléma. Hogyan kezelik a magas koleszterint? Hát a magas koleszterin gyógyszerrel kezelik az orvosok, a nép pedig gyógyteákkal kezeli. Tehát akkor segíthetnek gyógynövények is a szinten tartásban? Igen, segíthetnek a gyógynövények, több is van, amit lehet használni. Melyek ezek a gyógynövények? Hát a legfontosabb és a legjobb a tyúkhór nevű tea, a másik, ami a Veronika, és a nőknél lehet a közönséges ciszkafarkot is használni. Ismerte a népgyógyászat a koleszterin fogalmát? Úgy, hogy koleszterin úgy nem, de úgy, hogy zsíros a vére, úgy igen. Hogyan csökkentik a gyógynövények a koleszterin szintet? Gyakorlatilag a koleszterin termelést csökkentik, tehát a májnak a működésének segítenek, és akkor a máj nem fog annyi koleszterin termelni. Össze lehet ezeket a növényeket keverni? Gyakorlatilag azonos azonossal össze lehet keverni, de nem szükséges, elég egyedi teákét is használni. Mennyit kell inni ezekből a gyógynövényekből? Naponta egy csészével, ha nagyon magas a koleszterin, akkor lehet két csészével is inni belőle. Hogyan kell elkészíteni a teákat? A teát úgy készítjük, hogy egy csapott evőkanálnyi teafüvet 2,5 deci forrásból levett vízzel leöntünk, fedő alatt tartjuk 15-20 percig, utána leszűrjük, és megiszok utána. Kell-e szünetet tartani a fogyasztásban? Szünetet nem kell tartani akkor, amikor már magas a koleszterinünk, csak addig kell inni, amíg szükséges, és utána le lehet csökkenteni heti egy csészére szinten tartásra. Lehet-e koleszterin szint csökkentő gyógyszer mellett használni a teákat? Lehet inni a teákat, de a gyógyszereket el kell hagyni minél hamarabb. Van-e ellenjavallat? Gyakorlatilag ezeknél nincs, egyiknél sincs ellenjavallat. Köszönjük szépen!